De hát mit csodálkozom, mi van? Szemináriumon mást mondtam? Miért nem egyből ide jöttél? Hát? A francnak kell kutyologni állandóan. Csak nem tudom, hogy az előadó. Akkor beszélhetsz magadnak. Tudom én, mi a baj, megmondom. Ezt a kezem, tudom én, mi a baj. Ide minden mindig begyűrűzik ide hozzánk, minden begyűrűzik ide, minden mindig. Csak a nyomott agyammal azt nem értem, amikor a rohadt kemperestáknak jól ment. Na az miért nem gyűrű? Egy hétre próbálom. Elvették a határon, mi? Képzeld el, gyere! Haver, képzeld el! Most nem kell, nem. Képzeld el! Mutka beszélgettem Árpád apánkkal. Komolyan. Faszomzét volt teremből. Itt van be mind a négy. Egy ágyba. Mondtam neki. Vagy egy hülye vagy Árpád. Igen, vagy egy hülye vagy Árpád. Vagy egy hülye vagy. Az egész begyűrűzésért te vagy a hibás. Mert a magyarokat még kellett letelepíteni. Pont a lejtő legvégére a gödörre. Azt mondta azért, mert szélvédet elvédett. Hát szélvédetnek szélvédet, de megmarad a büdös is. A professzor úrnak mondtam, bolondok a újsággal sokkolják, most figyeld, megsokkolak, figyeld. A földkerekség legokosabb újságjaira, családilag. Afölött már csak az ég van. Sok okos magyar ember okosokat kérdez már a saját szintjén, tehát annál lejjebb már. Csak ha vakondok is érdeklődik. Az újság pedig népművelésileg válaszol. Na figyeld, idézem. Egyik megyénk okos lakója kérdezte. Hát nem akartam a szememnek hinni, ötször olvastam el a roham előtt. Figyelj! Meg kell fogni, mert ez engem mindig magával ragad. Megjelent nyomtatást. Figyelj! Lehet-e nemi életet élni a kecskével? Az újságban benne volt. De gondoljál bele, kockaházát már felépítette, megvan a kerítése is tört márványból, most már élni akar. Lehet-e a kecskével, ja? Én csak azt nem értem, ha egy-egy újságnak ilyen hülye, idióta kuncsaftjai vannak. Akkor igen-igen nagyra becsült szerkesztőség ezekkel miért nem levélben érintkezik? Vagy miért nem járnak egymáshoz családlátogatásra? Ezt miért kell kinyomtatni? A gyermeké tiszteletére, vagy miért? Lehet a kecskével, gondold el. Olvasgattam, hogy mit akar ez? Szűz már, édesanyám, lehet a kecskével. Hát ilyen nehéz idők jönnek. Hát én már nem így bánnám, csak legalább ne jegyre, tudod? Lehet a kecskével. Hát igazán. Miért az? Hogyan van miért? Ha megszerették egymást. Gondolom együtt dolgoztak. Talán még egy brigádba is. Kollektíva ereje összekovácsolja az embereket. Lehet a kecskével. Hát könnyebben tudnék válaszolni, ha ismerném a feleségét, ez biztos. Hát miért? Az asztalnak háta nincsen szarva, van olyan? Ez meg ilyen kapaszkodó típus, ilyen. Azt mondják, kerékpár versenyzők volt, nem tudom. Lehet a kecskével, ha? Tudom az ilyen ember miben spekulál, tudom én. A lakásért van minden. De ugye a kormány elenged egy gyerek után mennyi pénzt? No? 30, erről van szó. Kecske meg ötöt kölkezik, gondolom.
a templom, míg már megéri. No, az újság mindjárt megírta neki a választ, hogy nem lehet. Hogy szabad ilyen durván választani? Ez ilyen finom. Érzelmileg gazdag. Lelkileg cizellált. Egy finomabban kellene válaszolni, hogy kedves levélnő. Itt tartom kezenben értékes urait. A gondolattal próbáljon megbarátkozni. Hogy a kecskével szakítani. Köl? Nem politikai háttere miatt. Nem, mert ugye önök között osztálykülönbség nincs. Mert mind a kettejük egyforma barom, úgyhogy azzal. A kecskével objektíve azért nem lehet, mert a kecske közben mindig így odért fut, így a ez meg dugóna már ez. Lehet a kecskével. Hogy múlik az idő, mi? Én meg üzenem a levélírónak, innen a bolondok házából azt mondom, pajtás, ne csüggedj! Kecskét mindjárt fogod felejteni, ahogy megismerkedsz a tehénnel. Ég és föld, hidd el, ég és föld! Ugrásszerű fejlődés! Ha föléred, gondolj el! A másik az még jobb. Képzeld el, politikailag közölt egy ilyen játék leírást ifjúsági klubok részt. Nem a múlt egyszerűen a hortista buzsúan reakciós, fújja be nem jön ki játékot, nem. Szocialista, mert a szocialista játék egy teljesen szocialista, és a szocialista ifjúságon maradandó szocialista élményt szocialista nyújt. Hát jó éjben ennyit az ezen, amit. Na eddig egyetértek velem, hogy idézem a játék leírását politikai lapban jelent meg. Játék ifjúsági klubok részére. Figyelj! Libák hátrébb? No. A kemény magyar fiú ül a széken. Ez egy ilyen alaphelyzet. A hegyke magyar lány a fiú öle felé tolat. Klubjáték nem rossz, mi? Na most! Amikor a lány lőtávolba ért, akkor a fiú ölébe, hogy puf, bele kell ülni, hogy ne érje a szilánk. A kultúrán röhögtök, jól nézünk ki. Aztán majd nem fogod tudni. Fótold be. Szóval, bele kell ülni a fiú ölébe, nem csak úgy beleülni, hogy puf, benne vagyunk ilyen parácsoló, kispolgári, undorító módon. Le van írva politikai lapba a szocialista szabály, idézem, hogy kell belelülni szocialista illag. Figyelj! Amikor a lány a fiú ölébe beleül, közművelődésileg, a lány köteles fennhangon azt kiáltani, hogy hetyem! Hát azért ez már kultúra, tököljek meg, ha nem az. Mit szólsz? Klubjáték vagy? Hetszem! Haver, figyelj, kézed el! Nem dicsekvésből mondom, Kőbányán nevelkedtem, ismerek egy-két figurát, tehát ez... Ez olyan snasz, hogy egyszerű. Hetszem! Várjál, van, még ezek fokozzák, hát politikailag, figyeld, azt mondja. A fiú, aki a lány alatt ül, erre a hettyemre a lány alól azt válaszolja, hogy pitt! Hát én ez már valami, mi?
Ez egy ilyen okos népi játék, az a játék címe is, hogy Petyen-Pittyen legyen. És gondold el, valamelyik okos kulturális elvtárs ezt a játékgyűjteményt a könyvnap tiszteletére megjelentette könyv alapján is, az ifjúság körében terjesztendő közművelődési céllal. Olyan rohadt a névkezdés még nem fordult elő, a tankönyveket határidőre, ami azt jelenti, hogy egy évvel később, megjelentették volna. Ezt a moslékot előre a béke útján kiadták. Szerény nyomott véleményem szerint egy picigét vastagabb papírra nyomtatták, mint ahogy kellett. Na, nem azt mondom, kicse dörzsöl, mert nem dörzsöl. Csak ha már kultúra, zizegje. Na most jön az eszmei mondani valója, ezt ugye. A fiú, amikor a fittyet mondja, köteles a hangját eltorzítani. Pac! Azért kell neki torz hangon pittyegni, a politikai lap szerint, hogy a kislány, aki a klubban hallgatja a pittyet, a torz hangról most figyelj, minél nehezebben tudja kitalálni, tudod a játékot? És eddig ilyen szerényen ültél itt, tudja a játék. Játszótársam, mondd, akarsz elérni! Úgy, ahogy mondja, azt kell kitalálni nehezen, hogy kinek az ölében ül. Azon gondolkodtam, hogy az ilyen lány a klubban, aki ilyen egy-kettőre beleül akárkinek az ölébe. Radar nélkül, képzeljük. Ebben a feszült háborús iráni helyzetben. És a nyeles gránát. Akkor mindjárt leég az ajatolla. Szóval, az ilyen lánynak szerintem a pittyet nem kell más hangon mondani. Az ilyen már megismeri a hettyemről is. Okos egy játék, ugye? Én vagyok a bolondok házában, látod?